Akkor köszöntelek benneteket itt a második fesztiválon, tavaszi fesztiválon. Ismét itt vagyunk, és remélem, hogy jó időnk lesz, és ezt a délelőtti eső nélkül ki fogjuk bírni. A kicsiknél, az U7-eseknél három pálya lesz, jó, mind a három pályán játék van, de a középső pályán négy kapus játék lesz, és a nagyoknál, az U9-eseknél is csak játék lesz. Ez lesz az egyes pálya, az lesz a kettes pálya, és mindenki fog mindenkivel játszani, jó? Remélem, hogy készen vagytok a játékokra. Mindenkinek sok cselet és sok gólt kívánok a mai mérkőzésre. Vigyázzunk egymásra, jó? És akkor a felkészítő edzőket pedig arra szeretném megkérni, hogy akkor a csapatokat vigyék el a pályára. A szülőket pedig megkérem, hogy ott a korláton és a hálón kívül lehet szurkolni a gyerekeknek, jó? És remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Köszönöm. Nem volt.
Gyere már vissza!
Befejeződött az első tér. És akkor kicsit még a zöld csapat növekvőbe a narancssárga csökkenés sorrendbe fog közlekedni a pályákon. És a nagyoknál pedig a két zöld csapat cseréljen helyet. Jó? A két zöld csapat. Come on.
Menjetek följebb! Azaz! Vettel! Szuper! Vigyázz, Céti!
Véget ért a második kör, és akkor az utolsó kör fog kezdődni. Ugyanúgy a kicsit néha a zöld növekvő a nyarán csökkenőbe fog közlekedni. Kérem a csapatokat, akkor álljanak föl. U7-esek úgy látom, hogy kész vannak. U9 is szerintem megvan. Elkészülni. Thank you.
Támad! Jó, támad! Jó, támad!
Jó, maradhattuk nyilván nyugodtan, egy kis csendet szeretnék kérni. Elérkeztünk a fesztivál végéhez, és ahogy lenni szokott a legjobb játékos fogjuk jutalmazni egy okkavillel és egy csokoládéval, és a többiek pedig egy lekváros kukkát fognak kapni. Jó, kezdenénk az U7-es csapatokkal. A kisújszállás legjobb játékos a mai nap folyamán Ramos Sándor lett. A többiek meg jöjjenek ki, és vegyenek egy lekváros buktát. Turköve csapatából Jónás Béla. A többiek is jöjjenek és egy lekváros buktát vegyenek el. Menjetek! És a Karcok csapatából pedig Bihari Ádám. És jönnek az U9-esek, kisújszállás legjobb játékos a Farkas Zoltán. Jöjjenek a többiek egy lekváros buktára. Turköve csapatából Makai Szabolcs. Vasárnap kettő, vagy szombaton kettő. Jöjjenek a többiek, turköveiek.
nagyobb, gyertek egy kuktát, vegyétek el. És a Karcak csapatából pedig Monori Tamás. Gyertek, harcogja, ti is vegyétek el a buktátokat. Jó, a fiúk szóljak, hogy állt a szülők felé is, jó? Vagy aki akar egy... Köszönjük szépen, és fáradjatok vissza a helyetekre. És ezennel véget ért a fesztiválunk. Mindenkinek kitartás még erre a kis időre. Jó pihenést a nyári szünetbe, és reméljük ősszel ugyanígy fogunk találkozni. Jó egészségünkkel, mai napot, jó hétvégét mindenkinek, jó utat a tótkavieknek és a kisúszállási csapatnak hazafele, és jövőre itt találkozunk. Egészségünkkel! Gyertek, akkor a térszépet csinálni! Gyertek, a térszépet csinálni! Gyertek, a térszépet csinálni! Gyertek, a térszépet csinálni!